Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Felemás 2016-os esztendő zár a Nyíregyháza Spartacus. 47 érmet szereztek az elmúlt tanévben a megyediák sportolói. Nagyszerűen szerepeltek az idén a fiatal nyírbátori asztali teniszezők. Bennmaradó helyen töltik a szünetet a szuperligás nyíregyházi tekézők. A tabella a negyedik helyén telelnek a költségdíjesek kézilabdázói. Felemás évezzára Nyíregyháza Spartacus. A csapat az NB3-ban bajnoki címet szerezve feljutott az NB2-be, ahol azonban csak a tizedik helyen zárta az őszi szezont. Volt ettől jobb évünk, sokkal jobb, meg remélem, hogy lesz is. Igazából elég vegyes évet zártunk. Az első fél évben még hoztuk a kötelezőt, mert az NB3-os bajnokságot megnyertük. Feljutottunk a NB2-be vállalásunk szerint, és akkor jöttek a problémák. Fiatal szabály, külföldi szabály, aztán majd később edzőváltás, ügyvezetőváltás, egy rendkívüli sérülési hullám sújtotta a csapatot, úgyhogy elég zaklatott évet zártunk. Ennek ellenére nem magyarázható a helyezésünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon értékes pontokat veszítettünk el hazai pályán. Azok a könnyen elszórt pontok, ha megvannak, most ott lehetnénk a dobogón, de azért a jövőt szebbnek látom, képzelem, mert ennek ellenére, hogy ennyi minden sújtotta a csapatot, úgy gondolom, hogy a keretünk jó. Ha felépülnek a sérültek, már pedig úgy néz ki, hogy januárban tudják kezdeni a csapattal az alapozást, akkor ezt a keretet alkalmasnak tartom arra, hogy megnyerje a bajnokságot, illetve feljutó helyen végezzen. Én az új szakmai stábot is alkalmasnak tartom. Weber Gyuri egy nagyon agilis, más futball próbál játszatni, most már komplett lesz a stábja is elsőjétől, és hát a tulajdonosi háttér meg biztosított, tehát adva minden ahhoz, hogy a csapat ott legyen a feljutó helyen. Nem nagyon kell itt magyarázkodni senkinek, nyerni kell a meccseket. Bár a helyezések alapján azt hiszem tizedik helyen vagyunk, viszont a megszerezhető, illetve pont lemaradásunk az nem olyan vészes, akár egy jó sorozattal oda kerülhetünk a feljutó helyre. Négy játékos távozhat, lesznek érkezők, hiszen ilyenkor téren nagyon nehéz olyan futballistát találni, aki segítségére lehet egy olyan csapatnak, amelynek olyan céljai vannak, mint a Sparina. Nem mondtunk le róla, hogy legyenek, de csak akkor, ha tényleg tudnak segíteni. Tehát most divatból azért cseréljünk, mert el is mentek. 26-os, 27-es a keretünk, abból négy ember elment. Nem lesz semmi probléma, ha nem tudjuk megoldani, de február 15 az átigazolás vége, az még nagyon hosszú idő. Rajta vagyunk, keressük olyan játékosokat is, akik felvidéken meg egyéb magyar területeken laknak. Nem könnyű ilyenkor megfelelő játékost találni, magyar is legyen, segítsen is. Nyilván, hogy nagyon ránk férne egy befejező csatár, egy igazi góllövő, aki 10-12 gólt tud rúgni félszezononként. Én úgy gondolom, ez hiányzik az egész magyar futballba, illetve van néhány, de azok foglaltak. Nem mondunk le róla, de nem minden áron akarunk erősíteni. Két edzőtábort, két külföldi edzőtábort is beiktatott a felkészülésbe a csapat. Miért volt erre szükség? Nem igazán van használható pálya itthol. Van néhány füves pályánk, ami azért januárban, februárban nem nagyon használható, és erre van az összes nyírsulis, bozsikos korosztály és a felnőtt csapat. Tehát elmennénk egy olyan helyre, ahol nyugodtan tudunk edzeni, illetve megvannak a feltételek, ami egy tiszta, száraz, fizikális felkészítés lesz, és februárban egy 10 napra visszamegyünk, ahol 4 edzőmeccs lesz lekötve, és ott megpróbálja majd a szakmai stáb összerakni a csapatot. Mikor találkozik először a keret? 4-én szerdán edzünk 4-5-5, azt hiszem 5-5 azon a héten. Kapnak hétvégére egy nap pihenőt a fiúk, hogy pakoljanak össze, és akkor hétfőn indulnak Törökországba. 47 érmet szereztek az elmúlt tanévben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksportolók az országos döntőkben, és ezzel a megye a 6. helyen végzett az országos rangsorban.
Egy nagyon eredményes évet zártunk, és ez valóban nem történhetett volna így, hogyha nincs meg az az alap, akik egyrészt dolgoznak a diákolimpiáért, ezek ugye a testnevelők, illetve azok a szervezetek, amelyekből felépül maga a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport Egyesület. 9 területi diáksportbizottság van, és ők végzik azt a munkát helyi szinten, alulról jövő kezdeményezésként, amelyből kiépül majd az a rendszer, amelyet úgy nevezünk, hogy a megyei diáksport élet. Úgyhogy ezután is szeretném megköszönni mind a testnevelőknek, mind azoknak az egyéb aktíváknak, akik ebbe a munkába segítenek bennünket. Nélkülük valóban nem lehetett volna ezt végigvinni, és nem lehetett volna elérni azt a megyében élő 11 ezer gyereket, ami egy hatalmas szám, aki a diáksport élet által érintett, illetve különböző diáksport és diákolimpiai versenyeken részt vesz a megyébe. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy komoly feladat, ez egy nagy feladat, és remélem, hogy az elkövetkezendőkben is tudjuk majd ezt a munkát ilyen eredményesen és hatékonyan végezni. Úgyhogy még egyszer köszönöm a segítségüket. A legobjektívebb mérce az eredményesség. Ebben az esztendőben is nagyszerűen szerepeltek az országos döntőkben a megye diáksportolói. Igen, nagyon örülünk ennek, és tényleg büszkén gondol ezekre a pillanatokra vissza az ember, amikor így évvégén számot vett, hiszen valóban amellett, hogy a területi megyei döntőkön tényleg remekül szerepelnek a diákok, emellett az országos döntőkön is bizonyítják azt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében igenis teremnek rátermet, és kiváló sportolók, akik nem mellestek sokszor jó tanulók, és ezt éppen a legutóbbi gálán díjaztuk is. Az országos döntőkben nagyon komoly eredményeket sikerült elérni, hiszen a 16 aranyérem mellett 19 ezüst és 12 bronzérmet hoztak haza a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyerekek a különböző országos döntőkről. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly teljesítmény, és úgy gondolom, hogy ez is jelzi azt, hogy itt azért, amellett, hogy a szakmai munka szerintem egész komoly szinten folyik megyei szinten, amellett azért valóban megvan az az alapanyag, amelyből lehet táplálkozni, amelyre lehet építeni, és reméljük, hogy majd a diáksportolóinkat majd későbbiekben viszont látjuk akár olimpiai versenyeken, vagy egyéb világversenyeken is. Gondolom az is öröm és pozitívum, hogy nem csak a megyeszékhelyre koncentrálódnak az eredmények, hiszen elég csak a Gyulaházi Általános Iskolát megemlíteni, van jelenleg jobbak között végzett a kis iskolák versenyében. Így van, erre ennek külön örülünk, és egyébként hangsúlyt is fektetünk arra, hogy amellett, ugye, hogy természetesen Nyíregyháza az, amelyik a legtöbb diákolimpiai versenynek, megyei döntőnek, országos döntőnek, elődöntőnek otthont ad, azért amikor lehetőségünk van, akkor igyekszünk kivinni más településekre is, és ennek nem csak az eredménye, hogy minél szélesebb körben meg tudjuk mutatni a diáksport életet, hanem az is a hozadéka, hogy valóban azok az iskolák, azok a települések is tudnak hozni olyan eredményeket, amelyre aztán később igenis büszkék tudunk lenni. És itt egy Gyulaház említve, ahol azért megemlíthetünk még jó pár települést, én kiemelném azért például a vásárosnaményi úszókat, akik évről évre olyan teljesítményeket hoznak, olyan eredményeket hoznak, amelyre azt hiszem, hogy felkapja a fejét országban nagyon sok sportvezető. Az Egyesület igyekszik szélesíteni a kapcsolatrendszerét, igyekszik nyitni sok felé. Ennek a jegyében több együttműködési megállapodás is írtak alában az esztendőben. Milyen célokkal? Igen, valóban nyugodtan mondhatjuk, hogy a 2016-os év az együttműködések kibővítésének az éve volt, hiszen jó pár együttműködési megállapodást sikerült aláírni. A sort, azt még a korábbi években elkezdtük, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzattal egy olyan együttműködést hoztunk tető alá, amely ezért biztosítja azoknak a testnevelőknek és az elismerését, akik valóban nagyon sokat tesznek a diáksport életért. Szeptemberben több testnevelő kapott ennek az ezen együttműködés keretein belül elismerést, és ez folytatódott aztán a Kölcsei TV, Magyar Diáksport Szövetség és Megyei Diáksport Egyesület között aláírt háromoldalú megállapodással, és 2016-ban pedig folytattuk az együttműködéseknek a megkötését, hiszen a Nyíregyháza megyei jogú várossal sikerült tető alá hozni együttműködést, aztán a Nyíregyháza Egyetemmel, mint tudáscentrummal, amelyet úgy gondoltunk, hogy ez egy külön fejezet az együttműködések aláírásában, hiszen valóban amellett, hogy a szakmai munkát is tudja támogatni, amellett azért azt a bázist is tudja segíteni, amely reméljünk, hogy a jövőben majd segíti a diáksport életet, és emellett még különböző médiákkal is sikerült még további együttműködéseket is megkötni, amely egyrészt transzparenciát növeli, másrészt megbízunk abban, hogy ezáltal egy kicsit közelebb tudjuk hozni a diákolimpiai mozgalmat a hétköznapi emberekhez is, hogy ők is tudjanak róla, akik esetleg nem ebben a közegben élnek, ők is lássák azt, hogy mennyien és milyen eredményeket tudnak produkálni az év során a különböző diákolimpiai rendezvényeken.
És szeretnénk még bővíteni majd az együttműködések hálóját, mert úgy gondoljuk, hogy ez az, ami nagyon sokat segíthet a gyerekeknek és a felkészítő tanároknak, aktíváknak egyaránt. Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke azt mondta, nagy a versengése a megyék között az országos döntők rendezésért. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye két országos döntőt is rendezhet a következő évben, mindjárt az év elején februárban egy összemott labdajátékok döntőt, aztán egy amatőr kézilabda diák olimpiai országos döntőt. Hogy állnak az előkészületek, mekkora feladat ennek a két nagy rendezvénynek a megszervezése? Egyrészt egy hatalmas feladat, másrésztről pedig egy, úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly elismerés a Megyei Diáksport Egyesület felé. Ezzel, hogy megkaptuk ezt ennek a két döntőnek a szervezését, amelyre még igazából nem volt példa, ha az összevont labdajátékok döntőre gondolok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még nem volt ilyen országos döntő. Tehát én úgy érzem, hogy azért ez is egy megelőlegezett bizalom a Magyar Diáksport Szövetség részéről, hogy látják azt a munkát, amit elvégzünk, látják azt, hogy itt rengeteg olyan diák van, aki valóban kiemel teljesítményre képes, és bízunk benne, hogy sikerül majd ezt a létszet, azt hiszem, hogy nyugodtan mondani, hogy általunk is magasra tett létszet majd megugornunk. Nagyon izgulunk egyébként, de ez egy, hogy mondjam, egy olyan izgalom, ami azt hiszem, hogy motivál bennünket. Az előkészületek rendben haladnak, felvettük a kapcsolatot már azokkal a szervezetekkel, akik segítségünkre lehetnek majd a rendezvények megvalósításában. Én biztos vagyok benne, hogy egy színvonalas, szakmai és sport szempontból is egy emlékezetes országos döntő lesz majd a februári, és ugyanígy majd a márciusi amatőr kézilabda is. Felemás évre tekintett vissza a Nyírbátoriase, a felnőtt együttes, a kiesés ellen harcol az NB1-ben, viszont a két korosztályos válogatott, Tölgyes Dorottya és Molnár Dávid nagyszerű eredményeket ért el. Egy kicsit felemás évet zártunk, ugyanis a tavaszunk az egészen jól sikerült, mind az utánpótlás vonalon, mind pedig a NB1-be. Ami egy kicsit érzékenyen érintette a klubot, az, hogy elég sok játékosunk váltott egyrészt klubot, másrészt hazát is, mert hogy Kis Zsolti a vezetőedzőnk, valamint Tóth Gabi kiment a Németországba, és a jövőben ott fog ténykedni. Két alapember távozott a klubból, és ez érzékenyen érintett bennünket. Ezen kívül elment a Sallai Zoli Nyíregyházára vissza az utolsó pillanatban, és ez megint csak gondot jelentett. De hát nincs mit tennünk, azzal kell főznünk, ami van, megyünk tovább, és megtaláltuk azokat a játékosokat, illetve konkrétan egy olyan játékos érkezett hozzánk, a Kővári Balázs, aki erősítést jelentett, és a többieket pedig helyi erőből pótoltuk, Bánhidi Emilt újra harcba hívtuk, és ők készségesen állt rendelkezésünkre, bizonyítva ezzel is azt a sportemberi magatartását, ami miatt ő már 15 éve van a klub szolgálatában. Az utánpótlás vonalon azt gondolom, hogy szintén elég jól állunk. Molnár Dávid az serdülő válogatott után most már az ifi válogatottba is szerepet kap. Nagyon jól teljesített az egyéni versenyeken. Második volt, harmadik volt, magyar bajnokságon harmadik volt. Tölgyes Dorottya, azt gondolom, hogy meghatározó egyéniség lesz a következő évben az újonc korosztályban. Tavaly a magyar bajnok, illetve az idén magyar bajnokságon második volt, Orosházát megnyerte, az Európa bajnokságon hetedik lett a korcsoportjába. Azt gondolom, hogy ezek mind olyan teljesítmények, amik igazolják a kvalifikációt, meg azt a munkát, amit mi is hozzáteszünk, hogy kibontakoztassa a képességeit. A 2016-os év fontos eseménye még, hogy kiemelt edzéscentrum lett a Nyírbátori. Milyen feladatokat, milyen felelősséget ró ez az egyesületre? Nagyon komoly elvárásokat fogalmazott meg a Magyar Asztali Tenisz Szövetség. Nagyon komoly hátteret igényel, szakmai hátteret elsősorban, tehát előírták azt, hogy milyen szintű vezetőedzőt kell alkalmazni, milyen eredményességi mutatókkal kell rendelkezni, ezen kívül mennyiséget és
elvárnak tőlünk, tehát magyarul, hogy több játékosunk legyen egy fél éven belül, mint amennyi azt megelőzően volt. Elsősorban gyerekek leigazolását tűzték ki célul, másrészt pedig azt, hogy olyan szakmai munkát végezzünk itt a klubon belül, ami a válogatottaknak a szintje, tehát gyakorlatilag itt majdnem egy olyan válogatott szintű edzésmunkát kell végezni, mint hogyha a gyerekek fent lennének a magyar válogatottba. Ezen kívül cél az, hogy nem csak a nyírbátori gyerekek, hanem a régiós gyerekeknek is próbáljuk meg koordinálni az edzésmunkáját. Mi teszünk rá kísérletet, meg nyitottak is vagyunk. Most jelen pillanatban meg kell, hogy mondjam, hogy azért leginkább a határon túli klubok az érdeklődők, tehát gondolok itt elsősorban az Ilakra és Nagy Károlyra, akikkel már hagyományosan nagyon jó a kapcsolatunk. Aztban reménykedek, hogy felismerik ennek a nagyszerűségét a megyei utánpótlás neveléssel foglalkozó klubok is, és felkeresik Nyírbátori edzéscentrumot, annál is inkább, mert Rozsnyai Tibor személyében egy olyan magasan kvalifikált edző van, aki itt folyamatosan sokat tud a sportról. Német Bundesliga bajnok csapatnak volt az edzője nagyon sokáig, azon kívül lett a kupa győztes volt csapatával, a katari válogatottat irányította 8-9 éven keresztül, tehát ő egy olyan szakmai tapasztalattal is múltan rendelkező edző kolléga, akitől nagyon sokat lehet tanulni, és hogyha valaki el akar élni ebbe a sportágba valamit, akkor az ilyen szintű edzőktől lehetne megtanulni a szakmát. Mi megpróbálunk nyitni a klubok felét, ami januárban tervezzük, hogy a Rozsói Tibi tart egy bemutató edzéssel egy szakmai fórumot az asztali tenisz oktatásáról. Meglátjuk, hogy mennyi lesz a hozadéka. Mi teszünk kísérletet és megpróbáljuk. Nyáról edzősködsz a Nyírbátorra, Séni, hogyan tekintesz vissza az elmúlt fél évre, mennyire volt gyümölcsöző szerinted ez a kapcsolat? Én úgy látom, az elmúlt fél év igen hasznos volt és sikerdús. Sokat fejlődtek a gyerekek az elmúlt pár hónap alatt, sok jó eredményt is hoztak haza. Itt kiemelném Tölgyes Dorottyát, hogy az elmúlt, ugye az Európa-bajnokságon elért 7. helye. Közben volt egy országos verseny, amit Orosházán meg is nyert. Nagyon sokat fejlődött, fejben egyre jobban oda tud koncentrálni, és egyre jobban tud fókuszálni az adott meccsekre. Még sok mindenben fejlődnie kell, de egyre jobb és szebb jövő áll előtte. Milyen körülmények között tudtok dolgozni, van összehasonlítási alapot, hiszen játszol Németországban, alacsonyabb osztályban, Magyarországon legmagasabb szinten is pingpongoztál, úgyhogy nagyjából tudod, hogy mi, hol milyen a háttér. Úgy látom, hogy Nyírbátorban a háttér az adott, megfelelőek a körülmények. Játékos állományban egy kicsit kevesen vagyunk, de szépen lassan gyűlnek a gyerekek, és tudunk dolgozni együtt. Következő évre előre tekintve milyen célokat lehet kitűzni Dorottya elé és Molnár Dávid elé, aki a másik válogatott kerettag versenyzője az egyesületnek? Dorottyáról annyit, hogy a januártól Torony magasan fogja vezetni az újonc ranglistát, jövőre már a serdülő válogatottnál is számítanak rá, és hogyha ugyanígy fejlődik ilyen ütemben tud fejlődni, akkor esetlegesen még akár egy serdülő Európa-bajnokságon is részt tud venni. Molnár Dávid, ő most jövőre ugye már az ifjúsági mezőnybe lép, az ifjúsági keret tagja, 4-es számú játékos most jelenleg a keretnél, és ő is úgy látom, hogy egyre jobban halad arra felé, hogy a jövőre az Európa-bajnokságon ifjúsági korosztályban részt vegyen. Sikeres évet tudhat maga mögött a nyíregyházi Teke Klub. Az együttes legutóbb a 9. helyen végzett a Szuperligában, és jelenleg is bennmaradás jelentő helyen áll a legmagasabb osztályban. Szerintem egy nagyszerű évet zártunk. Úgyhogy visszagondolva már az előző szezonra, szerintem egész jól finisált a csapat. Hozzáteszem, hogy az előző szezonunk az kicsit könnyedebben alakult, ugyanis rögtön az első fordulóba idegenbe a BKV-nál tudtunk diadalmaskodni, és ez már abszolút nyugodtságot adott a csapatnak a kezdetektől fogva, és ez végig kitartott. Mostani sorsulásunk azonban annyira brutálisan alakult, az előző évi helyezések alapján kapta minden csapat a sorszámát, és körülött
körülöttünk, egy-két csapat megerősödött, gyengült különféle átalakulások révén. Tényleg úgy alakult, hogy a legnehezebb mérkőzések, amik a velünk egyszintű csapatoknál volt, rendre idegenben történtek. Még azt lehet mondani, hogy idehaza az Ajka elleni mérkőzésünk volt egy olyan, ami mindenképpen szeretnünk volna megnyerni, de akkor az Ajka több fát ütött a csapattól, és megérdemelten nyert. Viszont itt az utolsó előtti fordulóban sikerült egy nem vágy győzelmet aratni a Ferencváros otthonában, ami történelmi győzelem volt, még soha nem sikerült a Nyíregyházi Teke klubnak ott diadalmaskodni, és ezzel tudtuk azt lehet mondani felettetni az Ajka elleni kisiklásunkat, és úgy gondoljuk, hogy mindenképpen így már sikerült felzárkóznunk a középmezőnyhöz, ami a jövőre nézve, mert pedig a 2017-es évben rendre itthon fogunk játszani 7 hazai mérkőzésből, bízunk benne, hogy 4-5-ször is diadalmaskodni tudunk majd, és hogyha így tekintünk, akkor azt lehet mondani, hogy egy stabil középcsapat tudunk majd lenni a bajnokság végére, ahol igazából számunkra is kisimul majd a tabella, és nagyon bízok benne, hogy egy nyugodt fél évet tudunk majd folytatni. Meddig tart a pihenő, mikor folytatódik a bajnokság? Igazából ezzel az utolsó hazai mérkőzésünkkel vége a szezonnak, vége az edzésmunkának, számunkra zárul a stadion Tekecsarnoka. Január első hetében rögtön el tudjuk kezdeni az edzéseket, kecsütörtöki alkalmakkal. Bízunk benne, hogy a január 21-i hazai mérkőzésre már újra fel tudunk pörögni, mert akkor fogadjuk a Szolnok csapatát, ahol nem mi vagyunk az esélyesé, de úgy gondolom, hogy a Győr ellen mutatott játékunkat, hogyha elő tudjuk venni, akkor mindenképpen partiba tudunk majd velük lenni, tehát már ott talán meg tudjuk majd mutatni azt, hogy hazai pályán igenis jók vagyunk, és akkor egy kicsit stabilizálni tudnánk a csapat helyzetét a középmezőnyben, és akkor utána majd meglátjuk, hogy a többi mérkőzésen idegenben esetleg tudunk-e Vasasszonyfán vagy Ajkán diadalmaskodni, de úgy gondolom, hogy mindenképpen egy sokkal könnyebb és sikeresebb 2017-es évi tavaszi szezon vár ránk. Az, hogy most már a pálya mechanikája és nemzetközi szintű, jelent-e valamilyen segítséget, könnyebbséget? Hát igazából sokszor a mérkőzéseken, mikor vége voltak a párharcok, akkor nagyot tudtunk fújni a klubelnök Cseszlai Sándor úrral egyetemben, hogy na, ezt a mérkőzést is kibírta az automatika probléma nélkül, és ezért nagyon-nagyon fontos lépés volt már ez, hogy megkapta a szuperligás csapat. A nemzetközi rendezésre is abszolút alkalmas, számítógépes, legmodernebb vezérlésre ellátott új automatikát, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy ez majd meghatározza a nyíregyházi tekesport 10, ahogy akár 20 évét is, úgyhogy azt lehet mondani, hogy sokáig nem fog kelleni hozzányúlni a pályához. Egy nagyon picit megváltozott természetesen a bábú állító automata miatt a bábuk dőlése, de úgy gondolom, hogy ez a rutinos nyíregyházi csapat néhány edzés alatt majd be tudja jól játszani, és azt lehet mondani, hogy majd valóban hazai pályának tudjuk majd tekinteni az új automatikával ellátott pályánkat. Te hosszú évek lehet most már azt mondani, hogy évtizedek óta játszol a legmagasabb szinten. Neked milyen volt ez az év? Vegyes volt, a tavaszi évem az igen jó volt, tehát idehaza gyakorlatilag 600-as átlagot ütöttem. Az őszi szezon volt egy kicsit gyengébb, ezt több esetben sérülés hátráltatta az edzésmunkát, vagy pedig úgy, amikor a pályát átépítették, akkor az edzés lehetőségek kicsit korlátozottak voltak, és ez sajnos visszaütött a játékra. A csapat hosszú ideje gyakorlatilag ugyanabban az összeállításban játszik. Amatőrökről van szó, munka mellett tűzitek ezt a sportágat. Ez már mint az állandóság előny jelent, vagy így van hátránya is? Részben előny, mert összeszokott a csapat, viszont a hátrány az, hogy nem tudunk beépíteni, főleg fiatal játékosokat a csapatba, és ez gyakorlatilag hosszú távon előregszik a csapat, és nem lesz utánpótlás. Ha egy picit előre tekintünk, milyen változásra lenne szükség a 2017-es évben, hogy még előrébb végezzetek a tabellán? Szerintem ezzel a garnitúrával előre fogunk tudunk végezni, mert az őszi szezonunk nehéz volt, és a tavaszi szezonban 7-es alkalommal fogunk hazai pályán játszani, és bízom benne, hogy ezeknek a jó részét fogjuk tudni hozni. Idegenben is van 2 olyan mérkőzés, ami szerintem meg fogjuk tudni nyerni az idegenbeli mérkőzést, és véleményem szerint benn fogunk tudni maradni. A női kézilabda NB2 északkeleti csoportjának 4. helyén tölti a téli szünetet a Kölcsey DS-e. Hadovás István együttese 7 győzelem mellett 4-szer szenvedett vereséget. Ennél lehetett volna sokkal jobb is. Mi sem bizonyítja jobban, hogy például az első helyezett és veretlen Máté Szalkát egyedül mi tudtuk megverni, és hát azt hiszem, hogy egyértelmű fölényes győzelemmel, mert jóformán 0-0-nál volt csak döntetlen az a mérkőzés, és egy nagyon jó Szalka.
Viszont egész évben küzdöttünk ezekkel a problémákkal, a sérülésekkel, betegségekkel, úgyhogy így mindent egybevéve azt gondolom, hogy remekül szerepeltek a lányok. Nagyon-nagyon bizonyítottuk azt, hogy morálisan erősek vagyunk, és hát emlékezzünk meg a mi negyedik helyünk, mármint a felnőtt negyedik hely mellett a juniorjainkról is, mert ők viszont minden-minden várakozást felülmúlóan első helyen állnak, tehát őszi bajnokok lettünk idézőjelben, ráadásul úgy, hogy a tavalyi második helyzet csapatomból a három legjobb játékos távozott, mert kiöregedett ebből a korosztályból, úgyhogy nagyon-nagyon fényes sikernek tartom ezt az őszi első helyet. Mennyiben volt erősebb, egyáltalán erősebb volt ez a megemelt létszámú bajnokság az előző évhez képest? Minden szempontból, létszámban is, tehát egyrészt több csapat volt, másrészt voltak új feltörekvő együttesek, elég ha csak a megyebeli Vitkát említem, egy első pillanatra legyintenek, azt mondják, hogy mi az, hogy Vitka, viszont itt NB1-ben is kettős játék engedélye, játszik játékos, Vitkán játszik két külföldi állampolgár is, tehát idegen légiós, Máté Szalkáról, Kisvárdáról, NB2-ből, NB1-es csapatból igazoltak, tehát őket sem lehet lebecsülni, és hát a többi csapatot sem. Nagyon sok jó csapat van, sokkal több, mint tavaly, és azt hiszem, hogy a mezőny első fele oda-vissza bárki, bárkit megverhet, úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb és erősebb is ez a mezőny a tavainál. Mennyit segít, mennyire tesz jót a női kézlabdázásának az, hogy három ilyen csapat van? Megyebeli három csapatra gondolsz természetesen. Én azt gondolom, hogy legyünk büszkék arra, hogy három jó csapat van a megyében, mindenki más utat jár. A Kölcsei, ha szabad velünk kezdenem, mivel a mi csapatunkról beszélünk most, egyértelműen saját utánpótlás nevelésre támaszkodva építgeti a jövőt. A Vitka pont ennek az ellenkezőjét, ott nincs saját utánpótlás, hanem igazolnak oldalágról, felsőbb osztályokból is, külföldről is. Máté Szalka ennek a köztes útját járja, vannak nagyon ügyes saját nevelésű játékosai is, de igazolgat mindig magasabb osztályból is, úgyhogy érdekes módon mind a három csapat jó csapat, másként közelítik meg az eredményességet, de én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk a három szabolcsi csapat teljesítményére. 7 győzelemmel és 4 vereséggel a negyedik helyen zárt az Őszta Kölcsei. Bajnokság előtt mennyire lettél volna elégedett ezzel az eredménnyel, mennyire vagy elégedett az ősszel? Őszintén én nem gondoltam, hogy ilyen jó helyen fogunk végezni. Nehézségekkel kezdtünk, kapusaink elmentek, úgyhogy nem volt túl bíztató számunkra ez a szezon. Ráadásul a sorsolásunk se volt túl könnyű, a legnehezebb ellenfelekkel kezdtük a bajnokságot, de úgy gondolom, hogy a bajnokság végére összeszedtük magunkat is. Megérdemelt ez a negyedik hely. Mivel tudtátok ezt elérni, hiszen mint tanárról mondta, azért ez a megemelt létszámú bajnokság erősebb, mint az előző évi volt. Morálisan erősek vagyunk, összetartóak, szeretünk edzésre járni, harcolunk egymásért minden egyes mérkőzésen, és a pályán kívül is nagyon jó barátságok vannak, úgyhogy szerintem ez egy összetartó társaság, ez nagyon szükséges ahhoz, hogy nehéz helyzetben is hozzuk a kötelező győzelmeket. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva, már 2017-ben. Addig is boldog új évet kívánunk mindenkinek, a viszontlátásra!